Dragomán György, a fiatal író volt a Könyves Szerda vendége. Második regényét, a Fehér Királyt mutatta be az érdeklődőknek. Nevét kevesen ismerik, lényegében csak azok, akik követik a mai magyar próza alakulását. Egy kiváló könyve a Fehér Király, ami önéletrajzi ihletésű könyv is, jó részt. Rendkívül megragadó stílusa van, és a mai magyar prózai irodalom egyik nagyon-nagyon erős hangját éreztem belőle. Aki a mai magyar prózát figyeli, nyomon követi, azért annak a fülében ismerősen cseng a neve. Nincs sok kiadványa, nekünk sincs a könyvtárban tőle, majd remélem azért, hogy most be tudunk szerezni, de nagyon értékes és nagyon színvonalas művei vannak. A mérték, ami a prózában éppen olyan fontos, mint a versben, szinte patika mérlegre téve a szavak, és arányos a mű, ami nagyon szép hagyományt folytat. Nem is tudom, hogy későn vagy korán kerültem ide, 15 éves voltam akkor, tehát hogy nekem ez a felnövéssel nagyjából egyenértékű volt az áttelepülés is. Ez 88-ban, tehát akkor települtünk Vásárhelyről Szombathelyre, lehető legmesszebbre tulajdonképpen Magyarországon belül, és én tulajdonképpen magáról az áttelepülésről nem írtam. Erdélyről írtam elég sokat, tehát van két regényem, az első a Pusztítás könyve, a második a Fehér Király, és mind a kettő Erdélyben játszódik, de egyik se abban az Erdélyben, ahonnan én eljöttem, hanem egy kicsit másban, tehát egyik se jó térkép arra az Erdélyre, ami most van, meg arra sem, ami volt. Arról az Erdélyről szól a könyv, amit magammal hoztam. Írhattam volna egy könyvet mondjuk Marosvásárhelyről, de én nem Marosvásárhelyről írtam, hanem egy olyan városról, amiben aki Vásárhelyen él, az Vásárhelyet látja, aki Kolozsváron, az Kolozsvárt. Tehát egy sokkal általánosabb város lett belőle, mint amilyen valójában volt. Próbáltam megjegyezni mindent, tehát én hosszan az utcákat, meg mindent. Én készültem én a Honvágyra nagyon pedig. Nem tudtam még akkor, mi a Honvágy, de nagyon készültem arra, hogy vigyem magammal a várost. És akkor, amikor elkezdtem írni, akkor az a fajta képi világ, amit nagyon megpróbáltam megjegyezni, az kicsit átalakulva jelent meg abban, amit csináltam, és azt vettem észre, hogy hasonlít, de nem ugyanaz. A fiatal író igyekszik mindig máshogyan írni. Az első regénye inkább realista, míg a második egy szubjektív írás, amelyben egy 11 éves gyermek szemével nézi a világot. A regényeken túl novellái és fordítása is megjelentek már Dragomán Györgynek.